Na nézzük meg, mit mondott Orbán a forintról, idézem. A magyar kormány a gazdaságpolitikáját a forintra építi, és amíg Magyarország nem veszi át az eurót, addig egy erős nemzeti valuta fenntartása lesz az ország érdeke. Leplezzük le Orbánt. Megmutatom, hogy a valóságban mit műveltek a forinttal. Nézzük a számokat. 2010-ben a kormányváltáskor még elképzelhetetlenül erős volt a forint a mostani szinthez képest, és évről évre gyengül. A kormányváltáskor 275 forintot kellett csak fizetni egy euróért, most már bőven megjártuk a 400 forintos euró szinteket is. Ezért ilyen drága minden a boltokban, ezért van ilyen hatalmas Orbán infláció, ezért drágulnak az élelmiszerek vagy akár a benzin is. Ja persze, bevezették az eurót. Na, nem ők, nem itt Magyarországon, hanem a szomszédos Szlovákiában, Szlovéniában vagy Horvátországban. Mert nekik nincs Orbánjuk. Igaz, hogy akkor nincs Orbáni inflációjuk sem. Ha te is leszeretnéd leplezni az Orbáni hazugságokat, akkor látogass el a leplezleorbant.dkp.hu oldalra. Leplezle Orbánt. Igényelj magadnak egy példányt.